Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Most az a kérésem, hogy azok maradjanak velünk, akik hajlandóak egy picit dolgoztatni az agyukat, meg a fantáziájukat, és akiket velem együtt érdekelt az, hogy a magántőke alapok tulajdonképpen micsodák, és mire jók, mert a körülöttünk lévő gazdasági hírekben nagyon sokszor beleütközünk abba, hogy bizonyos beruházások mögött magántőke alapok állnak, és azt gondoltam, hogy már egyszer találkoztak Kálmán János ügyvéd barátommal, és is, aki nagyon erős ismerőse ezeknek a jogi fogalmaknak, hogy vele megbeszélem, hogy tulajdonképpen ezek micsodák és mire valók. Ehhez képest még azért gondoltam, hogy ha valakit a magántőke alapok nem érdekelnek olyan szenvedélyesen, mint engem, hogy azok sem maradjanak muníció nélkül. Még megígérhetem, hogy fogunk még arról beszélni, hogy kiöregedett az a generáció, amelyik itt a rendszerváltás után fölhalmozta az első komoly vagyonokat Magyarországon, és hogy mi lesz ezekkel a vagyonokkal, kik viszik tovább, az örökösök mennyire felelnek meg ennek, és hogyan lehet, hogy mondjam, harmonikusan tovább görgetni családi vagyonokat. Az lesz a második témánk. Végül fogok az örökösödésről is kérdéseket általában föltenni Kálmán Jánosnak, úgyhogy csak azért mondtam el ezt a témavázlatot, hogy nagyon szeretném, hogyha velünk maradnának, de hogy akit esetleg az első része a dolognak kevésbé érdekel, hogy annak is becsillantsak valamit, mert a másik kettő az szerintem az mindenki számára egy kicsit könnyebben megragadható. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt van. Magántőke alap, ez Magyarországon mióta létező fogalom, ez mindig volt, ez réges-rég óta megvan csak. Hát először is köszöntöm a nézőket. A magántőke alap nem volt meg Magyarországon. A emlékeim nem csalnak, talán 2014-ben az új polgári törvénykönyv megjelenésével jelent meg az első klasszikus jogi lehetőség a magántőke alapra. Tőke alapok voltak már korábban is. Mire jók ezek? Mi az? A tőke alap egy viszonylag ősi intézmény, mondjuk a 17. században Hollandiában, vagy valami történelme kezem alakult ki a tőke alap fogalma. A tőke alap az annyit jelent pusztán, hogy ketten, hárman, négyen, öten, akiknek van pénze, esetleg van elképzelése, hogy miben, merre, hova fektesse, csak mondjuk kettő, három, négy, ötüknek van annyi pénze, hogy legyen, akkor azok összeállnak, összeadják a tőkét, és... Közös célra, és... De lehet olyat is csinálni. És létrehoznak egy vasúttársaságot, és kinek mennyi pénze van benne? Pedig azt mondják, hogy a vasútba fektessünk pénzt, nem csak a vasúttársaságban, mindenfélebe, külföldön, belföldön, meghatározunk, én beszállok, mit tudom én. 15 millió dollárral, a másik 8 millióval, zárt körbe, egy társaság, ugyanazok az egymást ismerő vagy emberek, és összeadják a pénzt, és rábízzák egy erre való szakemberre, akár közülük valakire, akár másra, és ez a klasszikus magántőke alap. A tőke alap az egy bővebb fogalom, tulajdonképpen aki a gazdaságban részt vesz, vagy van valamennyi pénze, az ismeri azt, hogy elmegy a bankjába, akkor befektetési alap ugyanez tulajdonképpen, csak ott a bankon keresztül csinálja, vagy pedig ingatlan befektetési alap, ezt a fogalmat is felkettően ismerik. Igen, ingatlan alap, ezt szerintem. Ingatlan alapokat, ezt is ismerik a feltétlenül a nézők. Hát ebből az egyik fajta a magántőke alap, ami rendszeresítve került Magyarországon is, semmiféle bűnös intézményre nem kell gondolni, egy teljesen normál, megszokott a gazdaságban, külföldön, belföldön is mindenütt egy létező intézmény. Jó, de anélkül, hogy a társítanánk hozzá, hogy bűnös vagy nem bűnös, a célja a gyakorlatnak az, hogy több kisebb résztvevő, mármint hogy kisebb összeggel résztvevő valamilyen közös cél érdekében fialtatja a pénzét. Igen. Tehát, hogy jól akar járni a végén. A közös célt, avval egyetértek, hogy a kisebb az a pénz, azt már nem mondom, nagyon nagy pénzekkel is lehet csinálni. Értem, csak a vagyoni hányat különböző. A magyar jogszabály mondjuk annyiban talán sok különbözik
vagy a magyar jogi lehetőség annyiban különbözik a szokásos nemzetközitől, hogy itt arra is van lehetőség, hogy úgy alapítanak magántőke alapot, hogy tulajdonképpen csak egy tulajdonosa van, vagy egy túlnyomó tulajdonosa. Tényleg? És tényleg. Akkor az mitől magántőke alap? Vagy hát mert magán, az is magán. Ugye az is egy alap az alapról, miről van szó, hogy egy befektetési szolgáltató, akit erre a Nemzeti Bank följogosít, egy olyan intézmény, meghirdeti, hogy egy zárt körben, tehát címzetten meghirdeti, szól egy embernek, ötnek, tíznek formálisan, de néha csak egynek, hogy szeretne foglalkozni, itt elhangzott a vasúttal például, akkor egy vasút beruházással, és ahhoz keres pénzt, és ahhoz valaki csatlakozik. Az is előfordulhat, hogy egymaga odaadja a teljes pénzt, befektetési jegyek értékpapír formájában lehet lejegyezni, nem a pénzt kell odaadni, hanem lejegyzik értékpapír formájában, és az értékpapírok azok forgatható eszközök, esetleg öten jegyzik le, aztán a másik négytől megveszi az egyik, és végül csak egy tulajdonosa van, nem ő rendelkezik, aztán meg kell érteni, hogy a tőke alapnál a befektetési jegyeket lejegyző személy vagy személyek nem, elvileg nem adhatnak utasítást a tőke alap kezelőjének, az erre följogosított intézménynek. De van egy tőkealapkezelő, aki adott esetben lehet egy magánszemély is, vagy ezt mindig bank végzi ezeket nem, a dolgokat? Magánszemély nem lehet, erre nagyon szigorú jogszabály van, a befektetési alapokról szóló jogszabály, ami nagyon szigorú feltételekkel szabja meg, hogy ki lehet befektetési szolgáltató. Egy tehát személy nem lehet. Én nem lehetek, még akkor sem, hogyha van 700 millióm, és szeretném, hogyha ahhoz csatlakozna másik 700 millió, és így ezzel a másfél milliárddal beindítanánk egy étteremláncot. Ezt így nem csinálhatom. Nem. Tehát ez egy hivatásos, professzionális intézmény. Az mindig bank? Nem. Olyan, mint egy brókerház, most nem tudok mondani. Egy pénzügyi intézmény, igen, ami lehet banknak is természetesen befektetési alapkezelője, mert általában van, meg lehet banktól független pénzügyi intézmény befektetési alapkezelő. A pénzügyi felügyelet ellenőrzése alatt áll, és természetesen a pénzügyi felügyelet adja a törvényben megszabott, nagyon szigorú feltételek mellett a jogosítványt ahhoz, hogy ezt a tevékenységet folytathat. Értem, tehát akkor nekem a 700 milliómmal kell keresnem egy intézményt, kell keresni egy amelyik erre jogosult. Szolgáltatót, aki jogosult. És ott megmondom, hogy az a célom, hogy szerezzem hozzá még másik 700-at, mert 1,4-jel tudok elkezdeni étteremláncot csinálni. Általában a célt jelölik meg, tehát nem arról van szó, hogy itt tehát befektetési célt jelölik meg, és a befektetési célra gyűjtenek össze pénzt. Most, hogy ez a befektetési cél konkrét, tehát arra van, hogy a Rumbach-Sebessény utca sarkán fölépítünk egy 8 emeletes házat, igen, azt hozzá kell tennem, hogy 600 millió forint az első, vagy 300 millió forint az első szintje az, ami... De én mondtam, hogy héttel kezdem, tehát az rendben van. Igen, az lehet. Igen. És akkor meghirdeti a elvileg, és most az elvekről beszélünk, tehát azt, hogy ez klasszikus értelme, hogy elképzel, meghirdeti, hogy ő általában ingatlan befektetésre, akkor az ingatlan alap lesz, de a magán tőke alapok azok elsősorban, vagy kizárólagosan meglevő, vagy alapítandó cégek tulajdonát szerzik meg. Lehet, hogy maga az instrumentum is nagyon bonyolult, sokkal egyszerűbben nem tudom elmondani. Értem, tehát de mostanáig akkor csak a tőkealapokról hát beszéltünk. A tőkealap, a magántőke. És akkor most átugrunk a magántőke alapba, igen, amit tök más ezek nem, szerint. Az sem más, csak ott az van, hogy kifejezetten annyi feltétele, hogy magánszemélyek jegyezhetik le ezeket a jegyeket, és tulajdonképpen ennyi, és az alap célja az, hogy meglevő társaságokba tulajdon szerezzen, azt tőkével lássa el, ha már megszerezte, illetve új társaságokat alapítson. Tehát erre a célra hozok létre én, mint befektetési szolgáltató, meghirdetem 3 milliárd forinttal, 100 000 forint egy jegy, és azt magánszemélyek
zárt körben, tehát címzetten lejegyezhetik, nem mehet oda bárki, hanem azt, akit, aki... De miért akarna bárki is lejegyezni ebből egy filmért? Hát azért, mert ha itt a klasszikus napi példánál lennék, akkor azt figyelném, hogy Mészáros Lőrinc mit jegyez le, és én is oda tolakodnék, hogy abban a befektetési alapban szeretnék lejegyezni. De magántőke alap nem ilyen, a zárt körül. Ugye a nyilvánosnál... Csak mert... Mészáros Lőrinc mondhatja, hogy gyere te, és lejegyezz. Csak összeáll egy társaság. Igen. Vagy Mészáros Lőrincnek mondja valaki más, hogy gyere be Lőrinc. Szállj be, mert van egy nagyon jó viszont. Hát ahogy elnéztem, sokan mondták neki, mert hogy a Direkt 36 elkutatta a magántőke alapoknak a tagságát, a valódi személyi hátterét, és igen, nagyon sok fűződik Mészáros Lőrinc nevéhez. Hát, hogyha itt maradunk, ennyire konkréttá megy ez a beszélgetés, akkor a Direkt 36 vagy egészben, vagy lézben tudta földeríteni. A Direkt 36, a tulajdonosokat. Igen, az információja onnan ered, az Európai Unió kötelezte Magyarországot is a végső tulajdonosi nyilvántartás létrehozására. A végső tulajdonosi nyilvántartás elvileg egy olyan nyilvántartás, amely bárki számára betekintést ad arra, hogy egy gazdasági szereplőnek ki a végső tulajdonosa. Ezt a bankok segítségével oldják meg, és ez az intézkedés a pénzmosás elleni védekezés céljából történt. A bankok számlát csak úgy nyitnak bármely gazdasági szereplőnek, ha a gazdasági szereplő hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy ki a végső tulajdonos. Tehát például egy offshore társaságnál a nyilvántartásokban nem lehet föllelni azt, hogy ki a végső tulajdonos, ott a bank beszerzi azokat az adatokat, információkat, ami megállapíthatja, hogy ki a végső tulajdonos egy offshore társaságnak. De mindenféle társaságnál be kell jelenteni, ki a végső tulajdonos. Végső tulajdonosnak azt nevezi a jog, aki legalább 25%-ban vagy azt meghaladó mértékben tulajdonosa egy cégnek, illetve olyan jogosítványokkal rendelkezik, amelyel a cég tevékenységét meg tudja határozni, és a cég nyeressége az ő érdekeit szolgálja. Mm. Tehát készült egy ilyen nyilvántartás. Ezt az adóhivatalnál vezetik, a bankok szolgáltatják hozzá az adatokat. Tulajdonképpen ez minden országban így van? Ez minden országban így van. Az többé, kevésbé, vagy európai országok között mindenütt így van. Ezt a lista mindenki számára nyilvános, vagy a mindenki talán túlzás, de hát, ügyvédek, újságírók számára, tehát aki ezt minimális díj ellenébe be lehet tekinteni. Hogy ne legyen ilyen egyszerű a dolog, az ezt létrehozó jogszabályból kimaradt a magántőke alap. Uh-huh. Tehát a magántőke alapnál már legalábbis nem a végső tulajdonost, mert az bekerül, hanem az, hogy az mindenki számára betekinthető vagy nem, a magántőke alapot ezt nem sorolja föl. Ezt használták ki Magyarországon, hogy a magántőke alapban nem lehet beletekinteni a végső tulajdonosi listánál sem. Amikor ez a jogszabály kijött, akkor ezt sokan tudták, sokan nem, nem volt egy értelme, könnyen értelmezhető a szabály, és jó néhány végső tulajdonos bejelentette gondosan azokat, akiket a Direkt 36 megtalált, és a NAV ezt nyilvánosságra hozta, hogy ez teljes-e ez a lista, vagy nem, azt nem tudjuk. Amikor ez kibukott, attól a perctől kezdve levették, vagy kivették a végső tulajdonosi listáról ezeket, és a jogszabályhoz olyan értelmezést fűzött, most nem tudom megmondani, a Nemzeti Bank, vagy a Pénzügyminisztérium, vagy egységesen, hogy a magántőke alapokra nem vonatkozik a végső tulajdonosi lista nyilvánossága. Magyarul a magántőke alap ma már nem tudja szereplők, megnézni. Azok mindenki előtt fedve maradhatnak. Hát kivéve a hatóságok előtt természetesen. Mm. Azt azért tudni igen kell, hogy a Nemzeti Bank és az adóhivatal erről tud. Igen, tehát hogy ha adózik az illető, akkor semmilyen okvetetlenkedő újságírónak vagy külső kíváncsiskodónak nem kell információt szolgáltatni, nem, hogy kinek a pénze nem szerepel abban a magántőke alapban, és az a pénz mekkora, igen, és egyébként mit szolgál, hanem tehát, hogy általánosan vagyonokat, meglehetősen nagy vagyonokat, hiszen azt mondta, hogy a beszállási határ az 300 milliótól kezdődik, igen, tehát
az abból összeálló nagy pénzmennyiségeknek a tulajdonosai, azok fedve vannak. Ha magántők, legalábbis teszik. A sajtó előtt, a nyilvánosság Magyarországon előtt. Olyan 120 körül van a magántőke alapok száma? Az én tudomásom szerint körülbelül jelenleg van 180. Ez úgy hozzávetőleg egy szám. Semmi akadály annak, hogy bárhány legyen, ugye? Semmi akadály. Na most, ami Magyarországhoz, még hogyha már ilyen mélységekbe megyek be, akkor a Európai Unió Bírósága hozott most egy döntést, mondjuk talán 2020-ban, de lehet, hogy 2019-ben, ami ezt a totális nyilvánosságot a magánszemélyek adatvédelmével szembenállónak tartja, és ennek hatására nem csak Magyarországon nem lehet már megnézni a magántőke alaptulajdonosait, hanem legalább 6 országban, például Ausztriában meg Máltában, hogy mondjak két másik országot, tehát nem kizárólagosan magyar lehetőség az, hogy a magántőke alapokat nem lehet megnézni. Ami itt a problémát adja, vagy ami mondjuk a Direkt 36-ot meg bárkit izgatja, az, hogy vajon a magyar hatóságok itt beleértve a Nemzeti Bankot, mint pénzügyi felügyeletet és az adóhivatal, vajon mennyire érdeklődik a pénz eredete iránt, vagy nem. Ez, ami nehézé teszi a magyar helyzetet, ugye... Hát a Magyar Nemzeti Banknak ez feladata lenne, hogy a pénz eredete után érdeklődjön. Egyébként... Hát persze. A pénzmosás elleni a legfőbb hatóságok egyike, már van kettő vagy három, a NAV mellett a Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyelet. Tehát nem a monetáris politikával kapcsolatos része a Nemzeti Banknak, hanem a pénzügyi felügyelet, ami most már sok éve a Magyar Nemzeti Bank alá tartozik. Én azt gondolom egyébként, hogy a pénzmosáson kívül azért van egy másik szempont, ami miatt a magántőke alapok háborítatlanságának érdemes utána nézni, hogy nevezetesen ezek a magántőke alapok nagyon sokszor közpénzből generálnak olyan magántőkét, ami aztán rejtetté válik és eltűnik tulajdonosi szempontból. Tehát én azt mondanám, hogy azért lenne a teljes átláthatóságnak értelme, mert hogy ezek a magántőke alapok nagyon sokszor közpénzből épülnek. Hát közpénz hátterűek. Most lehet, hogy a szakmámmal ellentéteset mondok, de én is úgy gondolom, hogy a társadalmi és közérdek az, hogy ennél lényegesen átláthatóbb legyen ez a rendszer. Sok minden mások miatt. De nem az. De ezek a lehetőségek, ez csak azért a rendkedvéért mondom, hogy nem csak annak a 26 cégnek, hanem mindenkinek rendelkezésre állnak. Aztán az egy külön kérdés, hogy a többiekkel szemben az adóhivatal mennyivel aktívabb, mint mondjuk, hogyha Mészáros Lőrincről van szó, de hát ez már végleg nem az én szakmám. Persze, és egyébként pedig az lehet a végső érvelés azzal szemben, amit felvetettem, meg amihez ön csatlakozott, hogy amennyiben egyébként a köz számára teljesítik az adóterheket, akkor orrunktől lefoghagymás. Tehát, hogy nyugodtan, ha befizetik az adót, akkor ne firtassuk azt, hogy az a tőke hogyan keletkezett, vagy miből állt össze. Mert az egyetlen dolog ezzel kapcsolatban, illetve két dolog van, hogy a terrorizmussal ezeknek a tőkéknek semmilyen kapcsolatok ne legyen, tehát ne onnan jöjjön a pénz, és ne azt támogassák valamilyen módon. A másik pedig, ami reális, hogy fizessék be az adót a pénzmozgások után, és kész. Tehát hát ez nagyon egyszerűen hangzik. Én még hozzátennék egyet a közérdek védelméből, hogy talán az sem lenne helyes, vagy helyes, hogyha a betét, a magántőke alapkezelője esetleg mondjuk a befektetési egy tulajdonosának tulajdonában áll, és rögtön megszűnik az a híd, amikor azt mondja, hogy megveszem a befektetési jegyet, és bele se szólhatok, hogy ott mit csinálnak, de mert ha az enyém az a cég, aki kezeli, akkor mi nyilvánvalóan a cég tulajdonos csak megmondja a kezelő cégnek, hogy merre, mit, hány óra, hova tegye azt a pénzt. Tehát, hogy a tulajdonos és a kezelője ne legyen ugyanaz a magántőke alapnak, azt mondja? Hát én úgy gondolom, hogy aki lejegyzi a magántőke alap befektetési jegyeit, az ne lehessen még közvetetten se tulajdonosa a
tőkealap kezelőjének, annak a cégnek, ami a tőkealapot kezeli. Mert akkor ő mondja meg, hogy... Mert akkor csak egyet csinál azt, hogy elrejti a saját pénzemet, én megmondom, hogy tedd be abba a vasúttársaságba, amiről szó van, mert azt én tudom, hogy nem tudom, megnyerem a koncesziót, akármit, és azt tulajdonképpen akkor semmi értelme, és akkor a dolog csak arról szól, hogy a többiek ne lássák, hogy ki nyerte meg azt a koncesziót. De ilyen például van ez, ilyen 35 évre megkapott autópálya koncesszióhoz? Annak amögött is magántőke alapok állnak. Aha. Általában ilyen hosszú távú közpénzből elnyert koncesszióknak a magántőke alapba való landolása az normális dolog? Vagy amit a jogszabály nem tilt, az mind rendben van? Hát, hogy mi a normális, vagy ezen ezt erre... A világban nem szokott tudom. Ilyen lenni? Meg kell, hogy a fogalmam sincs, hogy a világ jelentős részében hogy történik ez a koncesziós társaságoknál, de általában a általam ismert helyeken pontosan az ilyen koncesziós ügyek a legtranszparensebbek. Én azt nem állítom, hogy másod korrupció nincs, és másod meg azt se állítom, hogy itt csak korrupciós alapon szerezték meg, semmiért nem mondok, de mondjuk minden koncesziós ügynél, mindenütt a kultúrvilágban nagyon nagy nyomaték és nagyon erős nyomás nehezedik a kormányzatokra, vagy a koncesszió kiadására, a felújított szervezetek önkormányzatra, hogy az teljesen transzparens legyen. Azon gondolkoztam, mi alatt ezt hallgattam, hogy az én professzorom és az ön irodatársa, Sárközi Tamás, aki a társasági volt törvény... Volt irodatársa, mert meghalt már szegény. Igen. Társasági törvényt ő dolgozta ki Magyarországon, és ilyen értelemben az nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy a magyarországi kapitalizmus, így az újkori kapitalizmus jogszabályi kereteinek nagyon nagy tudója és kidolgozója volt, hogy ő vajon mit mondana arra, amikor én itt elkezdek neki feszülni annak, hogy és akkor átláthatóságot követelek, és tudjuk meg azt, hogy pláne a koncesziónál 35 évre odaadnak valamit, hogy akkor az hogy lehet elfedni egy ilyen magántőke alapba, hogy soha többet az adóhivatal. Hogy mit mondana? Szerintem azt mondaná, hogy húzzam vissza az orromat innen, de gyorsan, mert ugye ez a normális. Én nekem 30 éves kollégám volt, és nagyon azért közeli mondom. Barátom, a Sárközi Tamás, úgyhogy is a társasági törvény kidolgozásában is részt vettem vele. Ő nagyon cinikus ember volt, de mondjuk a korrupciónak nem volt híve. Uh-huh. Tehát nem azt mondaná, hogy a kapitalizmus minden fölött, és... Hogy a kapitalizmus minden fölött, azt lehet, hogy mondaná, de a kapitalizmus még önmagában nem jelenti azt, hogy minden mindenkivel összefonódjon. Hogy a kapitalizmust ki szereti, ki nem szereti, ki mennyire, az mindenkinek az ízlés dolga. De én az ellen mélyen tiltakoznék, hogy a kapitalizmus az a korrupciót összemossa, vagy egyet jelentene. És Magyarországon egyébként? A Svédországban is kapitalizmus van, vagy Dániában mondjuk, azért mondom ezeket az országokat, mert ott a transzparensi mérése szerint a legalacsonyabb a korrupció. Jó, csak azt, amiért ez az egész témát így ide gurítottam önök elé, meg a szakembert ide citáltam, az azért van, mert hogy kíváncsi vagyok arra, hogy a magántőke alapok azok elméletileg ilyen szempontból a korrupciónak nem feltétlenül a keltetői, de hogy egy nagyszerű formák arra, hogy mindenki, aki vizslatná azt, hogy honnan megy a tőke ezekbe a, és hogy hogyan válik névtelenné, hogy az kinek a pénze, ami abban van. Hát ez azért az embert ilyen rossz sejtésekkel tölti fel, nem? De természetesen sejtésekkel tölti fel. Miután én régen csinálom ezt a szakmát, a gazdaság szereplői törekszenek azért a többé-kevésbé sokszor az anonimitásra. Mindig vannak eszközök arra, hogy ezt a jogot vagy megkerüljék, vagy találjanak módszereket, mondjuk ennyire könnyen és ennyire ellenőrzésmentesen más általam ismert európai államokban azért nem lehet. Ez egy olyan joghézag, vagy egy szándékos jogszédag, vagy véletlen joghézag, én erre nem tudok mit mondani, ami hát könnyűvé teszi az elrejtőzést. Jó. Hát akkor most jön a második felvonás, ami arról szól, hogy a mi generációnk, amelyik részt vett a rendszerváltásban, és a
tehetségesebbje és az okosabbja vagyonokat halmozott föl, az lassan kiöregszik ezeknek a vagyonoknak a kezeléséből, és akkor jöhetnek az örökösök, vagy nem jöhetnek. Mi a tapasztalata? Általában van a családokban, a vagyonos családokban, a mostani ilyen ipari, nem tudom, iparmágnásoknak, az újkori iparmágnásoknak a családjaiban vannak örökösök, akik a vagyonokat tovább viszik, vagy túlnyomó részben. Az én tapasztalatom szerint, ami hát nem, természetesen nem, hogy nem teljes körül, hanem mondjuk egy részére látok rá, az, nem, a nagy részéből, 10-ben legalább 8 helyen nem. És az örökösök. Hát ez egy nagyon nagy gond, erre vannak a világon mindenféle intézmények, ezzel most barátkozik ez a generáció, nagyon nehezen barátkozik, nagyon nehezen tud döntést hozni, megpróbálkozik rendszeresen különböző végrendeletekkel, végrendeleti intézkedésekkel, esetleg a, nem is a halál esetére, hanem azt, amikor már nincsen vagy kedve, vagy ereje tovább folytatni, akkor valakinek átadni a céget. Ha a bizalmi vagyonkezelés erre nagyon jó megoldás, azt nagyon nagy számba, vagy a nagy szám, hát attól függ, hogy a nagyon nagy szám nem biztos, hogy jó fogalom, de jelentős mennyiségben kezdi megszokni a magyar társadalom, ami egy nem igazán a magyar jogba bevett intézmény volt, tehát idegen a magyar tulajdonosi gondolkodástól, de egyre jobban elterjed. A bizalmi vagyonkezelés az, hogy egy hivatásos vagyonkezelőnek adják át ezt a vagyont, azokkal a feltételekkel, amit a vagyonrendelő, tehát a örökhagyó vagy örökhagyó családja akar, és azt az ő kedvére és akarata szerint először a tulajdonos hasznára, később pedig az örökösök hasznára működtetik mások. A mások. De az alapszabályt, hogy mi hogy legyen, azt maga azt az eredeti tulajdonos az eredeti szabja tulajdonos meg? Hozza meg, és időnként meg de is de hogy lehet 10 évre előre rendelkezni, mondjuk? Hát azt általában nem konkrétan rendelkeznek, hanem van egy vagyontömeg, azt kellő gonddal kezeljétek, meghagyom, hogy úgy kell kezelni, hogy csak a hozadék 70%-át vagy 30%-át lehet kiadni, az legyen növekedjen, biztosítsa a leszármazóim polgári jólétét, arra ad egy lehetőséget, egy kiskaput, hogyha a leszármazóim között, most leírom, hogy szoros van véve, kik a leszármazóim, valaki beteg lesz, akkor annak külön juttassanak, a unokáim jó iskolába járatát biztosítsa, és így gazdálkodjanak ebben a vagyonnal, vagy ha a gyerekeim elérik a 25 éves kort, akkor ők is részben beleszólhatnak, úgy, mint vagyon, mint az én jogaim, mint vagyonrendelő, hogy a célok megváltoztatása az ő módja is legyen. Ezt most csak egy példának mondtam el. Tehát erre ad, több család van, aki ezt megcsinálja. Hogy, és ez garanciája, hogy ez a vagyon tovább fog működni, nem herdálják el. De onnantól kezdve, hogy ez a vagyonkezelői szerződés megköthetik, a bizalmi vagyonkezelői, onnantól kezdve már az eredeti tulajdonos nem rendelkezik hát azzal a vagyonnal, ugye? Napi ügyekben nem szólhat be, de készülhet úgy egy bizalmi vagyonkezelői szerződés, hogyha nekem ez nem tetszik, mert meggondoltam, igen, akkor visszavonom, és a vagyonkezelő, felmondom a vagyonkezelőnek a vagyonkezelői jogviszonyt, és a vagyonkezelő köteles elszámolni az addigi tevékenységből, és visszaadja az eredeti vagyonrendelőnek. Ez csak az eredeti vagyonrendelőnek. És ezért egyébként díjat kap, tehát? Hogy... Természetesen ez nem ingyen. Hát ennek is sokféle formája van. Van az, amikor szívességből vagy pénzért megkérem a barátomat, a nálam fiatalabb, nem tudom, barátom, nem tudom, bróker gyerekét, hogy csinálja, vagy hozzáértő gyerekét, hogy csinálja, vagy díjazásért megkérem, ez még nemzeti banki engedély sem kell, ez csak be kell jelenteni, vagy pedig hivatásos intézményre bízom a vagyonkezelést. Vannak ilyen intézmények Magyarországon is, ha nem is szép számol, de már azért jó néhány. És azok működtetnek, és a vállalatokat mondjuk? Működtetnek, igen. Ez is ugyanolyan pénzintézet, vagy pénzügyi felügyeleti ellenőrzés alá kerül, tehát az is egy hivatásos profi intézmény. Volt most egy probléma is, a Primus, aki az egyik első volt és nagy vagyonkezelő intézmény, a pénzügyi felügyelet most büntette meg 300 millió forintra. És visszaadták, forintra, nem? És visszaadták, azt mondták, a licencet. Hogy nekik ebből, nekik elég. Ebből elegük van. Igen. Azt tehát, olvastam. Igen, tehát ilyen is létezik. Léteznek ilyen intézmények, és ezek kezelnek jelentős méretű vagyont,
a vagyonrendelő akaratának és céljainak megfelelő. És akkor a vagyonrendelő szerencsétlen, mondjuk így, amelyik a Primusnak adta oda kezelésre a sajátját, az most gondolkozhat abba, hogy szerez egy másikat. Gondolkozhat, hogy szerez egy másikat. Vagy szerez egy igazi örököst, vagy addig rángatja az unokáját. Vagy visszaveszi, és közben megnőtt a gyereke, és elvégezte a... Ezt akartam mondani. Business School of Economics-ot, és a... Ilyen van, hogyha egy darabig vagyonkezelőnek kiadjuk, aztán ha az unoka mégis fölnőtt, akkor oda lehet neki adni. Igen, 8 évig kezeltetem, és a 25 éves gyerekemnek már megengedem, a 17 évesnek még nem, hogy ha meghalok, vagy súlyos rákbeteg vagyok. És ezt csinálják Magyarországon? A rengeteg szó, hogy mi nagy számba csinálunk, tehát a rengeteg szó az nem jó fogalom. De a generációváltásnak rengeteg más esete van. Az is egy eset, hogy egy egyszerűbbet mondjak, és ne ilyen bonyolultat, hogy idővel úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, hogy kiszállok a cégemből, eladom. Igen. Valakinek erre van a szakosodott, szintén vannak cégek, akik keresnek vevőt, valaki külföldi, belföldi átveszi, egyesül valakivel, én kiszállok, és pénzt kapok, és a pénzzel már sokkal könnyebb rendelkezni, végrendelkezni is, meg elkölteni a kedvemre, meg a hobbimra, mint mondjuk naponta reggel 6 órától dolgozni a cégbe, vagy a cég érdekébe, és egy perc nyugtom se legyen, mert szól a telefon vasárnap is, hogy nem tudom, bár eltörött a cső a raktárba. Melyik a gyakoribb egyébként, hogyha szeretnek pénzt megkapni, vagy a tulajdonosok, akik kiöregednek, tehát eladni szokták-e inkább, vagy azt, hogy szeretik azt, hogy létrehoztak valamit, és azt szeretnék, ha az tovább működne, és szolgálná az utána következő generációk jólétét? Mondjuk a korosztályról tekintettel, hogy ez egy kifutóban levő korosztály, én a leggyakoribbnak azt tartom, amikor foggal körömmel az utolsó lehetőségig valamilyen szinten még addig, amíg él, igyekszik, ragaszkodik hozzá. Ha ezt a leggyakoribb részt arrébb teszem, akkor általában az első kísérletnél, vagy a gyakori kísérletnél, hát most aztán van egy olyan eset, amikor megpróbálom bevonni az örököseimet. Vannak erre Magyarországon nagy példák, ahol a fiatalabb generáció átvette, hát mondhatok egyet, mert azt mondjuk közismertem, hogy a Futó családnál az építőipari vállalkozás, a fiú... Ez a Futureál, ugye? A Futureál, igen. Ott a fiú viszi, talán nagyobb sikerrel, mint a papa vagy, de legalább akkorával. Ha jól emlékszem, matematikusok voltak a futók, vagy legalábbis a papa az volt. A papa matematikus volt, tehát a fiú végzettségét nem tudom, de ő is magasan edukált, és ő viszi, de sok mást is tudok mondani, sok helyen van, ahol a gyerek viszi tovább, kisebb cégeknél is, ez egy következő eset, és van, ahol a gyerekek teljesen elmennek, és nem is kívánnak ebben foglalkozni, akár még úgy is, hogy üzlettel foglalkoznak, de valahol másút. Ott általában azon törik a fejüket a szülők, vagy az örökhagyók, hogy eladják ezt valakinek valamilyen formába, pénzét tegyék, átadják, és ezt erre nagyon nehezen tudják rászállni magukat, és aztán a pénzzel rendelkeznek. Uh-huh. És akkor jön a harmadik tétele a mai beszélgetésnek, a végrendelet. Hogy a végrendeletnek, mint létező jogi formának az én fiatal felnőtt koromban egyáltalán nem volt semmi jelentősége már, mint hogy nem voltak vagyonok, amikről beszélni lehetett volna, vagy intézkedni kellett volna. És az meg, ami egy emberhez kapcsolódott, egy lakás, vagy egy nem tudom én, hétvégi telek, ezek nem jelentettek olyan súlyos problémát, bár lehet, hogy akinek több gyereke van, ott azért ez akkor is fölmerült, hogyha csak nagyon szerény volt az az örökség, amiről beszélni lehetett. Tehát, hogy amikor én a jogot tanultam, akkor kezdték pedzeni azt, hogy a végrendelet az egy nagyon szükséges intézkedési forma, de a gyakorlatban alig voltak emberek, akiknek végrendeletük volt. Most már soknak van, ugye? Soknak van. Amikor én elkezdtem ügyvédkedni, ami már igen régen volt, akkor a kollégáim azt mondták, hogy a végrendelet a legfontosabb emberi aktusok egyike, pedig az bőven még a szocializmus és a vagyonnélküliség időszakán volt, és azt az anekdotát mondták mindig, hogy két úr beszélget, és megkérdezi az egyik a másik, hogy milyenek a gyerekeid, jó testvérek? Azt mondja, hát nem tudom, nem örököltek még. és ez egy óriási emberi igazság. Én azt gondolom, hogy kisebb vagyonnál is nagyon szükséges a végrendelet. A végrendelet az egyik legősibb
jogi instrumentum, legalább 3-4 a végrendelet joga most a rómaiak előtt is nagyon megvolt. Már törzsi időkben is működött. Kiviszi tovább és valószínűleg munkot. A törzsi időkben is összevesztek az örökösök. A barlangon? A barlangon, és a kőbaltán. Ezért én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a végrendelet mindenkinek tudomásul kell venni, hogy az élet befejeződik egyszer, és hogyha van miről végrendelkezni, akkor érdemes egy végrendelet. Nem is különösebben bonyolult, nem is különösebben drága. Természetesen nagy vagyonoknál. Ez egy akkor már egy drágább és bonyolultabb dolog, különösen ma nagyon gyakori, vagy nem is nagyon gyakori, de bőven van belőle már, hogy külföldön van egy számla, külföldön van egy ingatlan, az egyik gyerek külföldön él, vagy a másik gyerek is külföldön él, és akkor már nagyon bonyolultabb. És akkor még nem beszéltünk a feleségekről. Akkor még a feleségekről, nem első házasságról, második házasságról, és a vagyon különböző részeinél. De a külföldön élő gyerekeknél, vagy külföldön levő ingatlanoknál is el kell gondolkozni, mert ugye az általános jogi elv, hogy a illetéket az ingatlan fekvése szerinti helyen kell fizetni, és ha mondjuk van egy horvát nyaralóm, akkor a gyerekeim hiába élnek itt, és a magyar jog szerint nem kéne illetéket fizetni, Horvátországba kell fizetni. Tényleg, mert az egyenesági leszármazottnak nem kellene kell. Magyarországon. Rögtön mondtam egy példát, de azon is el kell gondolkozni, hogy vajon ha titokban van egy számlám Svájcban, akkor mégiscsak valahogy intézkednem kell, hogyha lehúnyom a szememet, akkor a örököseim tudják, hogy az a számla létezik, mert esetleg nekik se akartam megmondani, de arról azon is el kell gondolkozni, hogy fogják megkapni attól a svájci banktól. Uh-huh. Tehát a svájci bankok nagy százalékban ezekkel a vagyonokkal éltek nagyon jól. Már hát, itt voltak nagyon igen, nyereségesek, igen, nem? Mert hogy maradt ott mindenféle rendelkezés nélkül pénz. Hát igen, mondjuk ebben a televízióban lehet mondani, hogy a holokauszt után óriási a svájci bankok, hogyha megint, bár ez nem anekdóta, inkább szomorú tény, hogy halotti anyakönyvi kivonatot követeltek az örökösöktől. És ha nem volt, hát akkor maguknak nagyon tartott. Hiszem, hogy hát persze, hogy nem volt, hát mi történt olyan volna, gondosan igen. Kiállítottak volna halotti anyakönyvi kivonatot. De ez borzasztó, tényleg? Igen. És ezzel ellen nem léptek föl, dehogy nem ágáltak? Dehogy nem. Az amerikai bíróságokon pert indítottak, és a holokauszt túlélőinek kárpótlásában a svájciak óriási összeggel vettek és vesznek még a mai napig részt. Tehát elveszítették a pert, és nem akartak újat húzni az amerikai bankrendszerrel, és ezért fizettek. Ezt én értem, és hogyha valaki megjelent ott a leszármazottak közül, akinek a szüleit elvesztették valamelyik táborba. Hát akkor kérték, hogy hozzon halott anyakönyvi kivonatot. Ezt pedig igen kevesen tudtak. Én nem vagyok ennek a dolognak nagy ismerője, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy 1900 hányban, mondjuk 60-tól kezdve igen. Már talán nem kérték, vagy 70-től, én ezt nem tudom megmondani. Nem tudom, hogy ez hogy történt, de mondjuk ez egy a bankrendszer ismerője, ez egy híres. Igen. Mondom, az anekdóta nagyon csúnya szó itt, ez nem... Ez egy ismert történet. Ismert történet, igen. Azt akartam volna még megbeszélni, hogy egyébként ezeknek a tehát ahol nincsen leszármazott, ott pláne érdemes csinálni végrendeletet? Tehát mi van, hogyha valakinek nincs gyereke, viszont mindenféle oldalág van, de nem feltétlenül szeretné, hogy azok örököljenek? Az ügyvédek legnagyobb kuncsafjai, mert, igen? Igen, mert azok, ahogy megöregszenek, úgy csinálnak végrendeletet, és hát természetesen van valamennyi vagyon, úgy csinálnak végrendeletet, majd egy év múlva újat csinálnak, aztán két év múlva megint újat, mind ameddig élnek, addig végrendeleteket. Mert ugye megsértődnek, megharagszanak az örökösre, másképp gondolják, és új végrendeleteket csinálnak. Ja, erre nem is gondoltam, értem. Értem. És ahol egy gyerek van, az a legegyszerűbb eset, mert ott a gyerek hát mindent visz automatikusan? Az öröklés rendjéről tudok beszélni, ugye kétféle öröklés, tehát mondjuk két alapféle öröklési rend van, mert most van sok minden, hogy a öröklési szerződéstől kezdve most nem akarok itt. Van a törvényes öröklés, és van a végrendeleti öröklés. A törvényes öröklés, a polgári törvénykönyv pontosan meghatározza az öröklés rendjét, akkor, hogyha nincs végintézkedés, tehát az elhalt után maradt vagyon, és végintézkedés nem történik, akkor a polgári törvénykönyvben szabályozott módon örökölnek a család, elsőbb a család, házastárs és családtagok. Ha van végrendelet, akkor bizonyos megkötésekkel, tehát nem lehet teljes egészében mellőzni a gyereket, a végrendelet szerint kell örökölni.
Hát, aha, tehát a törvényes öröklést azt nem kell feltétlenül figyelembe venni, akkor hogyha van végrendelet, az hát, megkerülheti? Hát a végrendelet szinte minden vonatkozásban megkerülheti a törvényes öröklést, egyetlen egyben nem a köteles részben. Nem a köteles rész az azt jelenti, hogy leszárom a gyermeket, és házastársat a teljes vagyomból nem lehet kizárni, csak kitagadni. Kizárás az, mindjárt mondom, a kettő között a különbség, hanem a törvényes öröklészének az egyharmada mindenképpen tehermentesen megilleti. Kitagadni csak a polgári törvénykönyvben felsorolt esetekben lehet, az olyasmi, hogy életére tört meg. Durva hálátlanság, meg kell indokolni, és mondjuk hosszú börtönbüntetésre ítélték. Szóval ilyen esetekben, tehát konkrét esetekben lehet végrendelettel elérni, hogy a gyermekem ne örököljön. Hogy a gyerek ne jusson hozzá minimum az egyharmadához. Minimum az őt illető része egyharmadához. Aha, és a új feleség régi gyerekek konfliktusa az? Hát a gyerekek teljesen mindegy, hogy házasságból, házasságon kívül, első házasságból, második házasságból, vagy notabene örökbefogadott gyermek az egy sorba kerül, az gyerek, gyerek, az örökli a részt, sőt, még azt mondják mindig, hogy új polgári törvénykönyv, ami már nem annyira nagyon új, bevezette azt, hogy a gyerekekkel egy sorba kerül a túlélő házastárs is. Uh-huh. Az együtt élő túlélő házastárs. Tehát, hogyha három gyerek van, meg egy túlélő házastárs, akkor négy egyenlő részben öröklik a törvényes öröklésrend szerint az elhalt vagyonát. Ezt a régi gyerekek nem nagy örömmel fogadják akkor, hogyha egy új feleség van, nem? Hát hogy persze, ezeken kívül mondjuk. Megint, hogyha szabad valakinek tanácsolni, vagy ha fölmerül, akkor az, hogy akinek több házasságból több gyereke van, és notabene a jelenleg élő házastársa nem az, akitől a gyerekek vannak, az érdemes végrendeletet csinálni. És akkor abban a végrendeletben meghatározza, hogy a feleség mihez jut hozzá. A feleség mihez jut hozzá, meg hogy de még hogyha ilyen praktikus tanácsokat tudok adni, akkor én nagy hív vagyok annak, hogy naturáliában, tehát megmondják, hogy egyik lakás, másik lakás, melyik gyereké, mert azon is nagyon jól össze lehet veszni, hogyha kétszer fél lakást öröklök, és hogy mit csinál, eladjuk, vagy ne adjuk. Tényleg ilyenkor mi van, el kell adni? És úgy nem kell eladni, hát a közös tulajdon szabályai szerint kell. Az egyik azt mondja, hogy én nekem nem kell a pénz, a másik azt mondja, hogy azonnal kell a pénz, mert én játékfüggő vagyok, vagy egyébként is kisgyerekem van, és kell neki venni új autót. Hát ez az élet végtelen, a lehetőség is végtelen, a paletta, amin az emberek egymásnak tudnak esni, és hát nyilvánvalóan az emberi érdekek különbözőek. Ezért fontos a végrendelet. És a végrendelettel egyébként meg lehet határozni azt, hogy a hatályos feleség, tehát aki éppen van, és mondjuk csak igen, másfél éve van, mert igen, akkor támad gusztusa a 28 éves nőre a 70 éves úrnak, vagy igen, egy szélsőséges igen, példát mondja. Fordította esetbe is. Fordított esetben, ugyanazt, legyünk gender semlegesek. Igen. Viszont vannak a gyerekek, akkor a végrendelettel meg lehet mondani, hogy a 28 éves feleség az kevesebbet kap, vagy ott is kell az egyharmadnak. Ott is a köteles rész, alá már nem tudom, csak hogyha... A vagyon egyharmada őt is a vagyon egyharmada, igen. Abban az esetben együtt él. Tehát akkor négy részre mondjuk három gyereknél. Az együtt élő házastárs, igen, tehát az is kell, hogy az együtt élő házastárs az annyit jelent, hogy mondjuk van három gyerek meg a házastárs, akkor négy részre osztik igen, a vagyon, és a negyedének az egyharmada mindenképpen jár ennek a nőnek. Az viszont tisztán. De meg lehet írni a végrendeletbe, hogy annál többet viszont nem kap. De ahhoz meg kell írni a végrendeletet. Meg lehet írni a végrendeletet, igen. Ha nem, akkor a negyedét kapja. Ha nem írok végrendeletet, akkor negyede az. Mindenki, akinek van 28 éves feleség, és amúgy 70-en fölüli, ajánljuk ezt a részt nagy szeretettel, és fordítva. Tehát, hogyha valakinek van egy 28 éves férje, 72 évesen, az is gondolja át, hogy hogyan végrendelkezik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Remélem, hogy ezzel az ironikus véggel egyébként a kellő komolysággal feldolgozott előző részeket azt nem homályosítottuk el. Úgyhogy jövő héten is lesz heti jégbüfé, akkor nem lesz jogi továbbképzés, hanem valami egészen más. Nézzenek minket majd akkor is. Viszontlátásra!